A Miskolci Megyeházán szeptember 26-án megrendezett esemény keretében Tálai András elsőként a megyei önkormányzatok jövőbeni feladatairól osztotta meg gondolatait. Kiemelte, hogy a közigazgatás átszervezése után a megyei önkormányzatok feladatköre elsősorban a területfejlesztésre összpontosul, így komoly felelősségük van abban, hogy a megyék mennyi támogatást tudnak majd szerezni a 2014-2020-as időszakban az Európai Uniós forrásokból. Ez nagyban függ majd attól, hogy kik fogják vezetni a megyét, ők miként gondolkodnak a megye lehetőségeiről és fejlesztéséről, valamint hogyan tudnak együttműködni többek között a kormánnyal, a járásokkal, valamint a településekkel. Emellett hangsúlyozta a civil és gazdasági szervezetekkel, az egyházakkal való összefogás és együttműködés fontosságát, hiszen csak ebben az esetben lehet megyei szinten jelentős fejlődést elérni. Hozzátette, az uniós források felhasználási rendszere megváltozik, éppen ezért lényeges, hogy olyan járási és megyei szintű fejlesztési koncepció készüljön, amely társadalmi problémákat képes megoldani. Én azt mondom, hogy Borsod-Abolcs-Zentlé megye célja az kell, hogy legyen, hogy a 2014 és 20-as Európai Uniós források felhasználását követően a megye mutatói, tehát gazdasági mutatói el kell, hogy érjék az országos átlagot. Gondolok itt a gazdaság teljesítményére, gondolok itt a foglalkoztatottságra és az infrastruktúra fejlesztésére. Tehát Borsod megyében most már ki kell mondani, hogy az a cél, hogy minden területen elérjünk az országos átlaghoz. Tálai András a munkanélküliség folyamatos csökkentése mellett a közbiztonság javítását emelte ki a célok között. Elmondta, a munkanélküliségi ráta mintegy 5%-kal csökkent az elmúlt 4 évben, de még mindig közel 5%-kal elmarad a 7,9%-os országos átlagtól. Véleménye szerint ezt a különbséget a következő ciklusban le lehet dolgozni. Kiemelte, hogy a megyei önkormányzatoknak a gazdaság előrelépéséhez is komoly segítséget kell nyújtaniuk. Két fontos feladata lesz a Borsod-Abolcs-Zentlé megyei önkormányzatnak véleményem szerint. Egyrészt, hogy a működő vállalkozásokkal élő kapcsolatot teremtsen, és ahogy mondtam, az Európai Uniós pályázati források felhasználását megfordítsa. Föl kell tudni mérni azt, még nem késő, de ez egy hatalmas feladat, hogy a működő gazdálkodó cégek valójában a következő években mit terveznek, mit szeretnének, mit képzeltek el. És ahhoz kell igazítani majd a forrásoknak a felhasználását. Tehát erősíteni kell a működő gazdálkodó szervezeteket a megyében. Hozzátette, emellett fontos, hogy új külföldi vagy hazai gazdasági társaságok és befektetők érkezzenek a megyébe. Mindezt a kedvező gazdasági környezet kialakításával és szakképzett munkaerő biztosításával érhetik el. Biztosítani kell a munkanélküliek számára a komplex képzési lehetőségeket. Nagyon fontos az, hogy a közfoglalkoztatás által elért munkanélkülieket olyan szintre tudjuk felemelni képzettség szempontjából, hogy képes legyen a versenyképes piacra kilépni. Ez nem fog menni egy év alatt, nem fog menni lehet két év alatt sem. Ez csak úgy megy, hogyha hosszabb távon tudjuk biztosítani ezen emberek számára a képzési, vagy a munkahelyi lehetőséget. A közbiztonságról elmondta, komoly társadalmi problémáról van szó, ezért fontos, hogy minden megye és járás rendelkezzen egy komplex közbiztonsági programmal. Minden járásban településre lebontva kell tudni eltervezni azt, hogy a közbiztonság terén a következő években mit szeretnének megvalósítani. Hogyan vonják az önkormányzatot, a civil szférát és nyilván az állami rendőrséget. Hogyha ezen a két területen érdemi előrelépést tud tenni a jövőbeni megyei önkormányzat, akkor azt gondolom a feladatát el fogja végezni. Ahogy mondtam, a jövőben nem épületek újulnak meg, nem csak önmagában utak és járdák épülnek, akkor dolgozunk jól, hogyha problémák oldódnak meg, és problémákat számolunk föl. Amikor az Európai Uniós forrásokról beszélünk, hogy hogyan tudjuk idehozni, mindig így kell, hogy gondolkodjunk. Hogyan tudunk egy vagy több társadalmi problémát felszámolni.
Hozzátette, a dinamikus fejlődés szempontjából nagy tétje lesz az október 12-i választásnak, mert azok az önkormányzatok érhetik el a kitűzött célokat, melyek képesek lesznek együttműködni a kormányzattal. Török Dezső, a Fidesz Borsodabaui Zemplén megyei listavezetője, a párt megyei programját ismertette. Kiemelte, hogy a 2014-2020-as támogatási időszakra egy komplex programot dolgoztak ki, melyben prioritást élveznek többek között a mikro, kis- és középvállalkozások, az önkormányzatok és az ipari parkokban lévő vállalkozások. Az elkövetkezendő 5 évben a területi operatív programnak megfelelően fókuszba kerül a gazdaságfejlesztés és a foglalkoztatás bővítés. Az új ciklus ide ezen feladatok megoldásához mintegy 49,5 milliárd forint fog érkezni a megyében, a megyei forrás finanszírozásra a területi operatív programból. További közel 27 milliárd forint támogatás fog érkezni a járásokba, a járási feladatoknak a megvalósításához, leginkább a települési és turizmus fejlesztésre, a települési közlekedés fejlesztésre, a szociális egészségügyi alapellátó infrastruktúra fejlesztésére. A mezőgazdaság területén egyebek mellett a zöldség és gyümölcs termesztés, az erdősítés, illetve az állattartás támogatását tervezik, amely a foglalkoztatás területén is jelentős javulást eredményezhet.